Arató András vagyok, nyugdíjas villamosmérnök. Hát élem a nyugdíjasok mindennapi életét. A hétfő azzal szokott kezdeni, egy bevásárlás. Ha lehet, elég sokat el szoktam járni úszni, mert egy mozgás az kell. Aztán persze van saját baráti körünk, feleségemmel. Különösebben izgalmas dolog ebben nincs. Hasonló korba így élnek az emberek. A legtöbben úgy ismernek, mint High the Pain Herald, vagyis az, aki elrejti a fájdalmát. Szóval valahogy belelátják az én nézésembe, az én arcberendezésembe valamilyen rejtett, titkolt fájdalmat, amiről szó sincs. Nem igazán van leplezni való fájdalom. Arató András nyugdíjas villamosmérnök 70 évesen lett világsztár. Ő lett High the Pain Herald, a mém, akinek a mosolyába mindig rejtett fájdalmat látnak bele. Miután azzal szembesült, hogy az egész világ a fotóin nevet, ő végül a helyzet élére állt, és azóta szerepelt reklámokban, rendezvényeken, klipben és egy TED Talkon is. De az egész történet azzal indult, hogy feltöltött egy nyaralási fotót az iHit-re. Igazából azzal kezdődött, hogy megkeresett egy fényképész engem, aki látta az én nyaralási fotóimat. És megkeresett azzal, hogy lenne kedvem próbafelvételeket csinálni, mert hát ő egy profi fotós, aki stock fotókat csinál, és hát hozzájárultam, aláírtam, hát miért ne? Úgyhogy ez hízeleg az embernek, hogyha olyannak tartják, hogy felkérik fotomodellnek. Hát ezek voltak az eredeti képek. Itt a kertész sorozat. Hát lehet, hogy egy kicsit erőltetett a mosoly, hogy aztán ki mit lát ezekbe bele. Hát ez egy doktoros sorozat, ez egy üzletemberes sorozat. Már az első pillanattól kezdve kíváncsi voltam, hogy mire használják ezeket a képeket, és már akkor is létezett képkereső funkció. Betettem saját magamat, ezeket a fotókat betettem képkeresőbe. Hát ott rögtön csőstül jöttek a dolgok. Kiderült, hogy valaki Amerikában összegyűjtötte ezeket a képeket, és az ismerősei között meghirdetett valamiféle versenyt, hogy itt van az az ember, poénkodjunk, csináljunk belőle valami vicceset. És hát itt születtek jópofa dolgok is, megszülettek olyanok, amire kevésbé vagyok büszke, és amiket mai napig bántónak, meg sértőnek tartok. Hál' Istennek ezek eltűntek idővel, és már nem nagyon lehet velük találkozni. Amivel viszont akkor nem számoltam, hogy az internetről nem lehet semmit eltüntetni. Az, ami egyszer oda kikerül, az ott marad. Az utolsó mencsvár az volt, hogy minden csoda három napig tart, elfeledkeznek rólam. És hát ez az, amiben egy baromi nagyot tévedtem, mert ahelyett, hogy lecsillapodott volna, csak erősödött és erősödött, Amerikából indulva átterjedt Európába, aztán Oroszország, aztán Lengyelország, és legvégén volt Magyarország, ahol mondjuk így, hogy ismert lettem, és elkezdtek mémeket gyártani. Hát ezt is itt hülyeskedtünk, ebből is szeretnek mémet csinálni. Hát először egy ijesztő, egy sokkoló élmény volt. Hát én nem voltam ahhoz szokva, hogy viccet csinálnak az arcomból. Itt buzinak ábrázoltak, vagy náci ruhát adtak rám. Az elején minden volt. Ez volt, mondom, a teljes elutasítás időszaka, hogy ezt ne csináljuk. Szüntessük meg, hát rájöttem, hogy nem lehet. Igazából két olyan döntő esemény volt, ami rásegített, hogy elvállaljam. Az egyik az, hogy az én, hát a High the Pain Herald névvel és az én fényképemmel hamis profilként csinált valaki oldalt, Facebookos csoportot, és ezt megláttam. A másik pedig az volt, hogy egy orosz srác volt, aki kinyomozta az igazi elérhetőségemet. Évekbe tellett, mire azt mondtam, hogy ugye van az a mondás, hogy ha valamit nem tudsz ellene tenni, akkor állj az élére.
És akkor fölvállaltam teljes mellszélességgel, hogy igen, én vagyok. És hát a végén kiposztoltam egy orosz közösségi oldalra egy fényképet magamról azzal egy cédulával, hogy élek. Csináltam rajongói oldalt, és igazából én számomra akkor indult el. Egy teljesen új karrier elindult 70 éves koromban, amikor már a karrierek lezáródni szoktak, nem újraindulni. Én villamosmérnökként végeztem jó régen. Dolgos éveimből való képek, amikor nagyon mérek valamit, hát persze ez is egy beállított kamufotó. Itt ülök a laboratóriumban és szortírozom a jegyzőkönyveket. Ez még egy ilyen munkahelyi fotó. Tehát gyakorlatilag minden olyan lámpa, amit Magyarországon használtak, vagy megvásárolható volt, azokat mi különböző szempontok szerint megvizsgáltuk. És akkor kerültem el egy világítástechnikai magáncéghez, és hát onnan jöttem el műszaki igazgatóként nyugdíjba. Elég jó karriert futottam be itt a saját szakmai területemen is. Az valami fajta rutint azért adott, hogy nem esek kétségbe, hogyha ki kell állni emberek közé, mert hát itt szakmai konferenciákon hát többször volt, hogy el kellett, hogy mondjak előadásokat. There's nothing left to me than to embrace the whole thing, and this whole thing made a dramatic change in my life. Fölkértek, hogy meséljem el a történetemet, és hát amennyiben valami tanulság van, azt osszam meg a világgal. Talán ez volt a legnagyobb dolog, amire eddig fölkértek. Thank you very much for your attention. Anyagilag egy fillér jövedelemmel nem jár, mert ez önkéntes alapon megy. Amikor elvállok valami reklámfilmet, azért kapok valami pénzt. Kimentem Németországba megvenni álmaim autóját. Mire kiértem, eladták. Használt autók Németországból bosszúságok nélkül. Az igazi nagy nézettségű reklámok azok inkább külföldiek, főleg angolok és oroszok. Egyébként megkeresésekből is nagyon sok van, amit szívességből grátis elvállalok. Például hát most is Kőszegen egy rendezvényre utazunk. Úgy gondolom, hogy ennyivel tartozom a szülővárosomnak. Itt laktunk. Hát ez ugyanilyen volt. Jelen, lövés! Megkerestek azzal, hogy vegyek részt ebbe a várjátékba. Gyerek, minden gyerek minden. Mi is fizetünk közben. Lehet, hogy épp az a vicces, hogyha fa karkban. Hírül vittem neki, hogy Szulajmán serege nagyon nagy erőkkel készül Tőszeg ostromára. Igazából nagyon sok pozitív visszajelzést kapok. De amikor utcán megállítanak, akkor is mondják ki, hogy boldoggá tettem a napjukat. Nagyon sok üzenet jön. Nehéz időkben is egy mosoly vagy egy nevetés, az nagy különbséget tud tenni valakinek az életébe. Köszönöm, Harold. Sokszor van, hogyha fiú-lány párban vannak, akkor általában a fiúk a félénkebbek, és a lányt küldik, hogy menj már oda, kér tőle egy fotót. Minden esetben látszik, hogy annyira boldogok. Mondják is, hogy na már érdemes volt élni, szebbé tettem a napot. És hát ez egy jó érzés, hogyha ilyeneket mondanak az embernek. Még ha nem is tudom, hogy mivel, mert hát igazából hát egy közös fotó az mivel teszi szebbé az életét. Ez nagyon sokat segít abba is, hogy a szellemi frissességem megmaradjon. Mert ugye rengeteg fiatallal kerülök kapcsolatba. Igazából egy nagyon pozitív fordulatot hozott az életembe, és
tényleg őszintén mondom, hogy semmi negatív mellékhatása nem volt, vagy utóvisszhangja. Többen megkérdezték már, hogy megbántam-e, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Mert végső soron nagyon pozitív irányba változott az életem. Ilyen mai napig nem tudja elfogadni. 40-45 éves építész, és meg se nézi ezeket a mémeket, meg nem kíváncsi rá. A feleségem az átment ugyanezen a folyamaton, amit én az elutasítástól az elfogadásig. Úgyhogy ő most már elfogadja. Már van, hogy büszkélkedik is a barátnőinek. A kollégák, ők kivétel nélkül mind pozitív visszajelzést kaptam tőlük, és azt mondják, hogy büszkék arra, hogy egy híres ismerősük lett az én személyembe. Ez a szakmai kollégáim is és a baráti körből is ugyanez jön vissza. Közös erővel dolgozunk, hogy egy pozitív üzenet jöjjön ki. Ez az, amit én magamban elneveztem Heidepén filozófiának, hogy az életben nap mint nap kisebb-nagyobb bosszúságokkal szembesülünk. És hát ez a történet arról szól, hogy ezeket nem szabad merre szívni. A vicces oldalát kell látni, tegyük túl magunkat rajta. És ez nagyon nagy visszhangra talál az emberek körében.